Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Radnóti Zoltán, rabbi, a rabbi testület vezetője. Üdvözlöm, rabbi úr! Szervusz! Rendkívüli... Üdvözlöm is a nézőket! Rendkívüli dologgal készültem, hogy belemelegedjünk a beszélgetésbe, először lapszemlézzünk egyet. Jó. Ez úgy fog megtörténni, hogy én dobok egy címet, és akkor megnézzük, hogy neked erről mi jut eszedbe. A Magyar Idők ma ajándékkal lepi meg a kedves olvasókat, hitelgarancia melléklettel. Gondolom, egy hitel. Rabbinak nem kell hitel, meg hitelgarancia. Nem, a hitel nagyon fontos a zsidóságban. Úgy hívják, hogy Gmilut Hasadim, tehát jó tette gyakorlása, ez a három lába egyike a zsidó hagyománynak. A Tóra azt mondja, és a Talmud is, hogy ha valaki kölcsön kér, ne zárd belőtte az ajtót, mert tudja pontosan a Tóra az, hogy ha valaki megszorul, akkor adni kell neki. Annak segíteni kell. Pontosan, ez a három, tehát az ima, a megtérés és ez a harmadik láb, hogy az ember a másikra figyeljen, és tényleg a hitel, akkor hitel. Azt mondja egyébként a Talmud, ha egy emberre tudsz adni adományt vagy kölcsönt, inkább adj neki kölcsönt, mert akkor azzal motiválod arra, hogy dolgozzon és visszaadja. Adományból él valaki, az olyan határeset. Tehát a hitel, ez nagyon fontos dolog a zsidóságban. Érdekes nekem, hogyha azt olvasom, hogy hitel, akkor az embereknek a hitelessége jut eszembe. Hát az... Igen. Mi jut erre a rabbi úrnak hát eszébe? Amit még gyerekként megtanultam, amikor... A 1990-es években, de régen volt az már, idejöttek az első izraeli szionista szervezetek, a Shomer HaTzair, az Eli Netzer, Habonim Dror, a Mati Yair, elhunyt sajnos, és amikor tanítottak minket ilyen 20 éveseket, akkor egy dolgot mondtak, hogy vezetőnek egy dolgot kell komolyan vennie, a személyes példamutatást. Tehát amelyik vezető beszél, de nem csinál, az nem vezető. Tehát a hitelesség az, hogy nem elég bort vagy vizet prédikálni, vizet is kell inni ahhoz. Tehát ez mindenképpen pláne rabbinál, hogyha valaki a szószékről mondja szépeket, de aztán hátul más csinál, az nem lesz rabbi. Tehát azt akarja mondani nekem, hogy annak a testületnek, aminek a vezetője, ott minden rabbi bort iszik és bort is prédikál? Persze. Hát minden ember. Tehát azt mondja a Talmud, hogy Kol Yisrael Behezkat Kasrut, azt jelenti, hogy minden ember egy jó ember. És ez nagy különbség a zsidóság a kereszténység között egyébként, mert a zsidóság alapvetése az, hogy az emberben isteni lélek van. Tehát minden nagyok vagyunk, tökéletesek vagyunk, de mi elrontjuk magunkat. Tehát az ember maga tökéletesség, isteni jósággal, kedvességgel, szeretettel, de a szabad választás után, hogy ő dönt, merre induljon el, időnként elrontja magát. Innen van a tesúvá, a visszatérés megtérés, akkor visszatudja önmagát helyezni arra az útra, amelyik valóban az isteni út. Ez a hitelről, és a hitelességről. Na, akkor már is egy hitelesség kérdése. Merkelnél már a migránsok hazatoloncolására a téma. Eisenben meghalt a Willkommenskultur. Igen. Németből érettségiztem. Tehát értem is, hogy a Willkommenskultúrt. Zsidóként ez nehéz az egész menekült kérdés, mert a zsidó nép történelmében az elmúlt 2000 esztendőben, 1948-at voltunk menekült státuszban, és megtűrtek, vagy inkább tiltottak, hogyha... Vagy éppen üldöztek. Vagy éppen üldözöttek, igen, mint a Hegedűs a háztetőnek a klasszikus képe. Hát ugyanazt idézem, amit előbb mondtam, hogy én nem hiszek abban, hogy az ember az jó. És tudom, hogy bizonyos szociális beágyazottság van mindenkiben, neveltetésében, aki olyan világból jött, ahol generációk óta nincsenek egy szinten az emberek, ott nőnézőket megtanítani európér gondolkodásmódra, de mondom, elvileg Európa képes integrálni az embereket, de ha nem, akkor is a Willkommenskultur helyett ugye Isten hozott kultúra helyett azt hallják az emberek,
hogy minden bevándorló gonosz, rossz, gyilkos, erőszakoló, stb. Az meg a gyűlöletet veszi az emberbe. A gyűlölet Rambam szerint, a híres tóramagyázó szerint bálványimádás, mert Istentől távol van. Aki gyűlöl, aki haragszik, az nem Isten szereti. Tehát éppen ezért én bízom abban, hogy ezt a problémát, ami borzasztó nehéz probléma, azt valamilyen módon a érzelmek irányításával meg lehet oldani. Sportot nem hoztál? Azt írja a magyar, közben nekem a szerkesztőnöm mondja, hogy mindegyik újságban van sport. Na, egy rabbinak a kérése, hűvösödik a jégcsarnok. Csapatunk 23-19-re kikapott a dánoktól, miut erről eszedbe sportot. A jégcsarnok, ez hol van, melyik kerületben? Nem tudom. Elmondom így eszembe. A 20. század elején volt egy mozgalom, úgy hívták, ha már németnél vagyunk, Muskeljuden. Tehát ami azt jelentette gyakorlatilag, hogy a zsidó emberek számára egy olyan ideálképet, ne csak a Talmud fölött görnyedjen, hanem legyen izmos, erős sportoló, mert azzal tudja hazát szolgálni. Egy nagyon komoly mozgalom volt, és indultak a zsidó sportcsapatok, a VAT, meg a, ugye később az MTK, sőt, ugye tudjuk, hogy a Ferencváros is ugye zsidó alapításban, Újpestről is beszélve. Ez szépen tagoltan, hogy kedves nézőink is hallják. Igen, akkor nekifutok még egyszer. Tehát akkor hol hagytuk abba? Hogy a Ferencváros. Ferencváros és Újpest, persze, hát Asbót. Tehát az, hogy egy zsidó embernek a saját szűk, pozitív értelemben értve, szűk kultúráján, ami egyébként egy nézős kultúra, és csodálatosan szép, és tökéletes, az ablakokat ki kell nyitni a tanházakba, és be kell engedni a külső zajokat, ez alapvetése egész a talmudi kortól, tehát a zsidóságnak, azaz a világi műveltség, nagyon fontos, ezt már a modern ortodoxiának a híres rabbia, Sámson Rafael Hirsch is mondta, ki azt a bizonyos mondatot, ami így hangzik héberül, Tov Torá in Derech Eretz, ami azt jelenti, jó a Tóra, az ember ismeri a világ útjait is. Ez azt jelenti, hogy egy zsidó embernek kell tanulni akár orvoslást, mérnök, tanár, bármi, tehát mindenkinek ki kell nyitni, észre kell venni a külső hangokat, nem lehet elzárkózni, bezárkózni, mert az egy szép lassan csökkenő halmazhoz vezeti a zsidóságot, és mindenképpen ebből lehet épülni. És itt beszéltünk más kultúrákról, akár beszéltünk akár egyházak közötti együttműködésről, szociális témában, ételosztásokban, ünnepségekben, úgy, hogy a saját kultúránkat megtartva, büszkén vállalva, és elmondva, hogy ez... Ezzel azt akarja mondani, hogy... és egy rabbinak nem szoktam ilyet mondani, de tessék figyelni. Figyelj. Tessék figyelni a számot. Tehát, ha például most karácsony közeledik. És Hanuka közeledik. Karácsony közeledik, és ugyanazon nap köszönt ránk Hanuka napja is. És menekülteknek, illetve homeless-eknek ételt osztanak. Egy rabbi, hogyha például a Bálintházba szervezik meg ezt az ételosztást, el fog menni annak ellenére, hogy a háttérben a Hanuka mellett egy karácsonyfa is van, ételt osztani a szegényeknek? Mi erről? Van egy zsidó hely, ahol szeretnénk osztani ételt. Ugye itt elég egyértelmű a válasz, amivel kezdtem a interjú elején. Egy zsidó embernek egy dolga van gyakorlatilag a világban. Úgy hívjuk héberül Tikkun Olam, ami azt jelenti, hogy minden erőnkkel egy jobb világért kell küzdeni. És ha olyan van, egy ilyen ételosztás, hogy oda kell menni, és azt mondani, kérem szépen, Hanuka van, itt szól a hanukai dal a háttérben, a Mához Cúr, ott vannak a gyertyatartóink. De önöknek, a rászorulóknak karácsony van. De karácsony, és ha pont Ramadán van, akkor mi van? Szóval Ramadánkor nem illik ételt osztani, mert Ramadánkor böjtölnek az ember. Este akkor? Hát ez este van, nem? Akkor viszont sokat esznek, hiszen egész nap levettek. Ilyen pillanat, tehát ugye az a lényeg, hogy amik az ember tud segíteni, meg kell találni, és az a rabbi dolga, azt a módot, a saját kultúránkat felvállalva, büszkén hirdetve segítsünk az embereknek, hogy a világ lássa azt, hogy a zsidó nép és az örökkévaló egy jó
nép és egy jó Isten. Ezt kell mutatni, és ezáltal azt kell mondani ezek a szegény hajléktalanok, hogy igen, voltunk a zsidóknál, és kaptunk ételt náluk. Tehát, hogy karácsonyra, hanukára, ramadára, mit tudom, mire, vagy milyen ünnep van éppen. Na, akkor hát, nézzük a demokrácia újabb hír, a demokrácia a legnagyobb exportőre, ami nem mindig sikerül, Magyar az Amerikai Egyesült Államok. Egy terroristáért aggódik az Egyesült Államok, természetesen itt nincs még jogerős ítélet, tehát azért mi ne terroristázzuk le őt. Arról van szó, hogy tavaly szeptember 15-én jöttek a migránsok, és ott volt egy szószólójuk, aki egy ciprusi szír állampolgár, fogta a német önkénteseknek a mikrofonját, és vezette tulajdonképpen talán a harcot. A bíróság 10 évre elítélte, az ítélet nem jogerős, ám az Amerikai Egyesült Államok már is úgy érezte, hogy beszól Magyarországnak. Mi erről a véleményed? Hisz te egy rabbinikus bíróságot is vezetsz. A rabbinikus bíróságnak be lehet-e szólni úgy kívülről? Demokrácia van, el lehet mondani mindent, de gyakorlatilag ugye... Egy bíróságnak nem illik. Ugye, itt ezen a... Én most nem szeretném politizálni, de ezen a szerencsétlen ember is azt mondom, próbálták ki a terrorizmus ellenes törvényt. Hát 10 év fegyház, az 10 év fegyház. Gondolj bele, én vagyok most 45 éves, és 55-es koromig fegyházban vagyok, és a lányom 10 éves, meg kívülök 20 éves lesz. Tehát ez egy borzasztó 10 év, tehát egy irreális dolog. Ugye azért, mert kiabált, köveket dobott a rendőrök felé. Láttunk ilyet az elmúlt években Magyarországon már, és azok általában nem maradtak büntetés mellett. Szerintem ezt első fog egy kicsit ezt túllihegte ezt a történetet. Itt ennek az embernek a motivációját kell nézni. Tehát azt mondja a zsidó hagyomány, hogy az embernek van kettő része. Van a teste és a lelke. Tehát test nélkül, a lélek nélkül a test, amint egy gyertya láng nélkül. Meg kell nézni, mi a láng, mi a hő. Ez embert vezette, ugye a híreket ismerve a Child egyesítése volt, és ott abban a tömeg pszichózisban élére állt valaminek. És ezt büntették meg. Tehát egyébként ennek az embernek joga lett volna annak is bejönnie Magyarországra, hogy Ortibán, mert volt neki EU-s útlevele, vagy azt mondom, Cipruson. Ciprusi útlevele, és a tömegbe volt a beteg édesanyja. Igen, tehát itt a bíróságot nem szabad kritizálni, a bíróság ugye egy jogállamban független mindenkitől. De valószínűleg máshoz fog ezt másképpen fogja elítélni az ember. Nincs nagyon sok. Nézzük akkor. Népszava. Ja, maga milyen újságot szokott olvasni, főrabió? Én, és.com. Újabban látom, hogy publikál a Magyar Narancsban, és mi történt? Hát, ilyen sok ideje van? Az ember, a svejce professzor áldott legyen az emléke, azt mondta, egy nap áll 21 órában megy éjszakából. Nincs csak időm, de a világ megjavításáért azért tenni kell sok mindent, tehát a Magyar Narancs fölkért a Toronyi Zsuzsát, a Darvas István rabbiát és engem, hogy heti rendszerességgel publikáljunk valamit, ami nem vallási, hanem ami zsidó ember lelkébe van, írjuk le, és ezt írjuk. Írtunk már Trumptól kezdve, bármeddig, igen. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, olyan közösség és közönség felé megnyílni, amelyik nem jön be a zsinógákba, de mégis valamilyen szinten kíváncsi erre a kultúrkörre, a vallásos zsidó konzervatív kultúrkörre. Vallásos zsidó kultúr konzervatív körhöz tartozik a megválasztott amerikai elnök családjának egyes tagjai is. Na, mit szól ehhez? A Trumpnak van egy zsidó unokája, nem? Nem is egy, kettő. És ráadásul... Szombattartó, kósertevő. Kósertevő szombattartók. Igaz, hogy nem ha Budapestre jönnének, akkor nem biztos, hogy a Síp utcába mennek, lehet, hogy egy másik vonulathoz. Vagy ki tudja. Szóval a megválasztott amerikai elnök lett az évembere a Time magazinnál. Önnek is az évembere, hogyha az évemberét kell választani? Ön évente két évembert is választott, hisz van Rosh Hashanah, a zsidó új esztendő, meg van a polgári új esztendő. Tehát akkor ön kétszer ünnepel egy évben?
Igen. Vagy egy rabbi nem ünnepli a polgári új esztendőt. Nem ünneplek, átalszom általában. De komolyan folytva a szó. Azt tudja, hogy Izraelben már az orosz bevándorlók miatt van egy ilyen majdnem szilveszter, majdnem polgári új esztendő, egy ilyen szeretett ünnepeszerűség? Igen, én föl is posztoltam a Facebookos lapomra, valaki elküldte nekem a Mikulást kosarasági pecséttel rajta. Tehát vajon kapni kosár Mikulást Izraelben. Vicces volt. Ez mennyire verné ki a biztosítékot a maga rabbi testületénél, hogyha valaki kosár Mikulással ajándékozna meg valaki mást? Én viccelnék, vicces volna egyébként, de itt egy nagy-nagy különbség van. Tehát Izraelben az identitás kérdés nem kérdés. Azt szokták mondani, ani Izraeli velo jehudi. Tehát izraelők és nem zsidó. Itt pedig azt kell mondani, ani jehudi, és zsidó vagyok. Tehát a zsidó vagyok és magyar. Zsigyar vagyok. Tehát a Magyarországon a identitás, hogy én hova definiál magamat, hogy nekem ma december 7-e van, ugye? December 8-a és van, Kiszlév 8-a. Vagy Kiszlév 8-a van, az én döntésem. Tehát számomra a Kiszlév hónap ugyan fontos, a december hónap. Tehát ez a Hanuka hónapja, ez a csodák hónapja, és én ezt, amikor kiállok a szószékre, mindjárt mondom. A megtisztulás hónapja is? Minden a megtisztulás, tehát minden nap. Ugye, ez a rabbikra is vonatkozik? Minden embernek minden este, amikor lefekszik aludni, át kell gondolni, mit csinált ma, nálam mit tudja javítani. A megtisztulás az a megvilágosodás is. A Trump. Trump taveri. Ez van egy vakház, Trump. Beletrámpoltuk a Trumpba. Igen, eléggé nehéz ideje volt neki, pláne itt Magyarországon. Szerinted be fogja tartani, amiket ígért? Vagy ezzel azt akarom kérdezni, hogy te, mint a rabbi testület vezetője, meg mint egy egyszerű földi rabbi, az ígéretekről mit tudsz? Anyukám azt mondta, ígéret szép, szóval megtartják úgy jó. A Talmud, a Tóra azt mondja, nem is tudom, Tóra, így mondja, mocá, szefáté, há, tismor. Ami a szádon kijön, azt tartsad meg. Tehát akkor tartsad is meg. Pontosan. Iszonyú izgalmas dolgok vannak itt a lapokban még, de akkor most a magyar nemzetet nem is szemlézném annyira. Mi történik a Síp utcában? Most már előmelegítettük a talajt. Mi történik a Síp utcában? Mi történik a tradicionális magyar neológ zsidóknál? Botrányok vannak, temetőben kerítéseket építenek, kidobják a nem zsidókat, nem temetik egymás mellé. Ha valaki, mit tudom én, 60 évig egy zsidó férfit elviselt, hát rendes ember volt, de együtt élt vele. Gyerekeik vannak, unokáik vannak, akkor most látom itt a lapokban, meg mindenhol leveleznek, a Breuer Press is ezeket lehozza, tehát akkor mi van, akkor nem lehet együtt eltemetni őket. Azelőtt valahogy úgy szólt a válasz, hogy ez nem egy kérdés, ez nem egy téma, de hát mégis megoldás. Te vagy a rabbi testület vezetője, mi a megoldás? Jó, egyrészt. Azt mondtad, hogy jónak kell lenni, nem kell gyűlölködni, és megoldást kell találni. Ne felejtjük el. Ha a kamera mutatná, illetve látná a kezeden, hogy ott van még a tfilin nyoma, hol akkor igen, ez a te kamerád. Ez a kamerám. Rá kell zoomolni. Tehát akkor ezek persze szerint ma imádkozni is minden nap imádkozunk, és tfilint rakunk a tfilin, egy jele a zsidóságnak. És ettől Isten segítségével tényleg jó emberek reméljük, leszünk. Nem ettől ezek akkor halljuk ezek a imádat elmondok, a szívemet találkozik valóban. A szeretettől kezdve. Következő. Tisztázunk pár dolgot. A mazsihisz egy neológ hitközség. Azaz nem azt kell keresni a világban, hogy mit tiltsak le. Ez elejénk a múlt 150 esztendővel azon dolgoztak, hogy a zsidóság és a magyarság legyen párhuzamosan haladó csoport. A dohány zsinagóga ennek a legjobb mintája, tornyos épület, oldalhajós épület, orgonával, oldalsó szószékkel. Klasszik. Majdnem olyan, mint egy katedrális. Ezt én nem akartam mondani, de ennek egy szimbóluma. Egy szimbóluma, amit fel kell vállalni. Tehát ez egyik dolog. És ez a asszimilációs igény egy bizonyos szintig, ez válható, mert tényleg mégiscsak itt jönünk ebbe az országba, magyarul beszélünk, magyarul álmodunk, magyarul sírunk,
Tehát ez a mi életünk. És az első dolog, tehát ez egy neológia, és nem egy ultraortodox Mjásárim. Ugye Mjásárim a Jeruzsálem ortodox negyede. Kettő. Éppen ezért már kommunizmus ideje alatt egy vallásellenes igény jött a zsidóság irányába, az urnás temetés. A zsidóságban az urnás temetés egy ilyen világvége dolog, sokkal durvább, mint maga egy vegyes házasság. És az urnás temetés azt jelenti, hogy valaki a feltámadást elvetti, hiszen a porokat, meg mindazt az nem fog összeállni. Világos. Igen, minden gond nélkül a elejénk, a múlt a holokausz utáni időszakban nálnál sokkal okosabb és bölcsebb rabik leokézták. Zsidó temetőben van és volt urnás temetés, egy feltétel volt, külön parcella. És rabbi nélkül. És rabbi nélkül, persze. Tehát magyarul csinálta egy parcellát leválasztva a többitől. Egy gyakorlatilag a halálka azt mondja a vallások, hogy egy 80 centis fövénnyel, vagy 2 méteres úttal elég leválasztani. Ja, az nem a mi, nem oda. Mi ingatlanunk, tehát nem dobják ki 25 év múlva onnan, de az egy picit más. És az elmúlt évtizedben jött elő ez a vegyes házasság kérdése. A holokauszt után születettek kezdtek elgyengülni, elhunytak, vagy aki akuta házasodtak, és akkor még az állat emlékű Deutsch Robert főrabbi vezette azt be, hogy oldalt a egyik parcella mellett kialakított egy olyan parcellát, amelyikben vegyes házasok vannak, vagy, tehát vagy vegyes házasságban élő párok, vagy innen származó gyermekek, nagy isten, hogyha ő huny el, és ez egy létező dolog volt. Ugyanaz a halakhája, fekete-fehér, a rabbinikus döntvényekben, Izraelben van precedensere mindenhol, hogy sövény 89 centi, 10 könyök az a mérték, vagy 2 méteres útkörbe. Ugyanaz. Tehát ebből nagy hepajt csinálni teljesen felesleges. Az a parcella betelt. Most nyitjuk a következő parcellát, mert én azt gondolom, és ez itt a modernság kérdése, inkább legyen egy zsidóval együtt, egy zsidó egy sírba eltemetve egy nem zsidó, és a zsidót vagy zsidó temetőbe. Mint az a zsidó, egy nem zsidó temetőbe. Igen, és 20 évvel kérjék a csontjait, és zsidobják, és bedobozolják, és be kell egy raktárba. De nekem rabjak az a dolgom, hogy minden zsidó elhunytat, eljutott a zsidó temetőbe. És az ára... Tehát ne legyen hilulemet. Igen, ennek az ára, hogy vele egy sírba, hangsúlyozom, vele egy sírban, és abban a külön parcellában. Ott van egy nem zsidó, aki az ő szerelme volt, aki megtette az életét a holokauszban, gyerekét megszülte neki, stb., akkor be fogom vállalni. Mert nem a Mjásárimban vagyunk, hanem Európában, Magyarországon 2016 vagy 5777-ben. Itt szakítalak meg egy pillanat, a kedves nézőink, ez a téma nagyon érdekes. Hívtuk mi ide Oberlander Báruk rabbi urat is, aki nem élt a lehetőséggel, helyette elküldött egy közlemény. A közlemény a BPI, a Braille Press International-ben olvasható, illetve megjelent a Lubovicsi heti lapban, az Egységben, így aztán most ezért csak a rabbi úr véleményét halljuk. Mi újság ezen kívül? És miért mondok ez ügyben, ha szabadna, bármiféle hazug híresztéssel szemben, amit előbb említett rabbi az izraelúságokban tett, a zsidó temetőben nincsenek nem zsidó temetések. Ezek a temetések a zsidó temető területén lévő. A rabbi, akiről beszélünk, a Lubovicsi mozgalom Magyarországi rabbinikus bíróságának az elnöke, vezetője. Tehát ez a híd, amit ő izraelúságokban lehozott, ez egy szemenszedett tévedés volt. Tehát nincsen ilyen, és nem már is... aggódtam, hogy más szót fogsz hallani. Én úriember vagyok. Rabbik is vannak, úri emberek. Na, mekkora ez a rabbi testület, amit ön vezet? Mi az átlag életkor? Vezessük rá magunkat. Van egy vicc ezzel kapcsolatban, amikor a Truman elnökhöz elment a Weizmann elnök 1948-49-ben, és kérdezte a Trumantól, hogy mi amerikai elnöknek lenni. Mondja, hogy hát 200 millió amerikai az nehéz, azért nehéz. És milyen izrael elnöknek lenni? Azt mondta el a Weizmann, hogy egy millió kis elnökének lenni, az jóval nehezebb. Tehát itt van 12-14 darab rabbi, éppen mennyien vagyunk, mindenki egy önálló entitás,
lelkes, dolgozik, csinál a munkáját különböző hevülettel, vallási és vérmérsékletivel, de nagyjából az irány egy, egyért dolgozunk, mindannyian. Szoktak veszekedni is? Megvédjük egymást. Akkor most azt mondja meg nekem, azzal tisztában vannak nézőink, hogy hogy választanak pápát, de nem tudják azt, hogy a magyar neológ rabbi testület hogy választ országos főrabbit. Ezt önök szavazzák meg, vagy kívülről valaki bedob egy ajánlatot, vagy önök megválasztják, aztán mikor vége az kadenciának? Az alapszabály szerint ugye a rabbi testület a saját tagjai közül választja meg a rabbi testület elnökét, két elnök helyettesét, az országos főrabbit. És mind a négy pozíció négy esztendőre szól, amiről ugye értelmesen lehet mondani, betegség vagy bármi miatt, tehát bizalomvesztéssel kapcsolatban nem beszél az alapszabályunk visszahívásról, de jogilag egy testület választ, akkor vissza is hívhat bárkit. Ez már magyar rendszer. Akkor ez tulajdonképpen annyit jelent, hogyha valaki országos főrabbi akar lenni, a neológiában, akkor ennek a rabbi testületnek kell, hogy a tagja legyen. Erről nincs pontosan. Hát ugye itt a kérdés az, amit fölteszel, hogy mi lesz holnap után. A rabbi testületnek ez irányban még nincsen ásulása, mert ez egy olyan helyzet, hogy egész országos főrabbi pozíció mindösszesen egyesztendős pozíció, tehát nincs kidolgozva pontosan. Hát de már volt egyszer, meg sokáig volt országos főrabbi. Jó, az alapszabály... Ez annyira kényes kérdés, hogy közben a hangom is elment. Igen, igen. Tehát még egyszer mondom, a jelen pillanatban az alapszabály azt mondja... Ki van az országos főrabbi? Fröldik Robert főrabbi. A Dohány utcai központi zsinagógának rabbia. Igen, együtt dolgozunk, én még a rabbi testület elnöke. Hogyha kedves nézőink beleszerettek a rabbi úrba, és szeretnének az ön minnyenjébe lenni, együtt imádkozni önnel, vagy hallgatni az ön drásáit, az ön tanításait, avagy Istennel, hogy el akarnak menni tanulni, akkor ezt hol tehetik meg, hol keressék magát? Melyik zsinagógában? Dél-Buda. Dél-Buda. Erre mondja az arab, hogy subaddak. Mi az a Dél-Buda? Dél-Buda, az Dél-Pesttel szemben van pontosan, a név könnyű Károli Gáspár tér 5. És a Károli Gáspár tér, vagy evangélikus templom, meg egy zsinagóga. Mi zsinagógában vagyunk, tehát nem a karácsonyosok vagyunk, mi, hanem a hanukások vagyunk. De komolyan folytva a szót, tehát a Bét Salom... Reggel este imádkoznak? Nem reggel este. Hétfőn és csütörtökön reggel imádkozunk, és például... Mert akkor még mit csinálnak? Tórát olvasunk, hát a Szent Tóránkat olvasunk, amit imádunk. Tehát gondolj bele, ez a kis könyv tartom meg a zsidóságot 4 éven keresztül. 5777-et írunk, itt a Hanuka. Lehet, hogy már addig, amíg a polgári új esztendőnek vége lesz, nem találkozunk. Itt a kamera. Mit üzen ön Magyarország népének, Magyarország Hanuka ünneplő és Magyarország polgári jó esztendőt ünneplő népének 3 tőmondat. Na jó, legyen 4, jó. Itt a kamera. A kamera, jó. Tehát legyetek büszke zsidók, a zsidó emberek ezt üzentem. Tehát föl lehet vállalni, föl kell vállalni a zsidóságot, egy nagyon jó érzés, higgyétek el nekem. Öntudatosan, magabiztosan és büszkén. A nem zsidó emberek részére. Hanuka ünnepe. Azt jelenti, hogy időszámításunk előtt 165 körül a zsidó népet el akarták pusztítani a hellenista, az asszír görögök, a hellenista kultúra. A zsidó nép megvédte önmagát és az egyisten hitét. Ha ez nem történt volna meg, akkor rá 165 évre nem történt meg Jézus. Tehát ez a Hanuka ünnepség, ezt ne fedjük el, a kereszténység is egyik születésnapja. Lehetőséget adott arra, hogy Jézus megszületett. Pontosan, hát ott a görög lenyomják a zsidókat, nincs szentély, viszontlátás, se Jézus, se Mohamed, gondolj bele. Ilyen egyszerű. Tehát azt kívánom minden keresztény és muszlim ismerősömnek, vagy nem ismerősömnek, hogy ismerjék meg a zsidóság történelmét, mert ez az ő történelmük is, és mérjüljenek el benne, és legyenek büszkék arra, hogy ez a 3 monoteista vallás egy tőből ered, a Tórából, amit annyira szeretünk. Rabbi úr, lenyűgöző volt. Lenyűgöző volt az üzenete. Liakavod. És liakavod, enyém a tisztelet, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm.